idei évben is megrendezésre kerül a házasság hete. Veszprémben sajtótájékoztatón jelentették be az idei év mottóját és az eseménysorozat részleteit január 31-én hétfőn Veszprémben a Városházán. Somodi Zsuzsanna köszöntőjében elmondta, hogy Veszprém immár 9. alkalommal kapcsolódik az országos eseménysorozathoz, amely a világon közel 20 éve 4 kontinensen 21 országban rendeznek meg. Porga Gyula Veszprém város polgármestere örömének adott hangot, hogy az elmúlt 9 évben folyamatosan fejlődik, és egyre több szervezet csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Látja az ember, tapasztalja, hogy itt Veszprémben is a kis közösségeinket azért ez a 2 év, amit reményeink szerint magunk mögött fogunk tudni hagyni, azért egy kicsit megtépázta az együttműködést. Bezárt bennünket, elzárt egy csomó társas kapcsolattól bennünket, és látom azt, hogy az egyesületeinknek is milyen küzdelmet kell vívni, hogy együtt tudják tartani a társaságot, és jó látni, hogy van a házasság hete rendezvénysorozat köré kialakult csapat, akik erősek és együtt vannak, nyilván korlátozottan tudnak az idei esztendőben programokat kínálni, de létezik, megvan, és maga az programsorozatnak is az üzenete az, hogy felhívjuk a házasságra a figyelmet. Dr. Udvardi György érsek, aki a programsorozat egyik fővédnöke, beszédében elmondta, nagyon fontos erről az ünnepről beszélni, hiszen a mindennapok fontossága megpróbálja elvinni figyelmünket. A házasságra úgy tekintünk, mint Isten akaratából való ajándékra. Ezt mindenki átéli, aki házasságra készül, házasságot köt és a házasságban él, hiszen napról napra lehet megtapasztalni a másiknak az ajándékozását, elfogadásban, kölcsönös szeretetben, áldozatvállalásban, és ezt az ajándékot a mindennapok tevékenysége néha porral lepi be. Vagy akár olyan küzdelmek, amelyek mindannyiunkat érintenek, olyan társadalmi szituációk, vagy olyan ideológiai befolyások, amelyek esetleg még el is bizonytalanítanak egy-egy embert. És azt gondoljuk, hogy nem csak egyszerűen egy intézményt szeretnénk megerősíteni, hanem egy intézményt, ami az Istentől van, szeretnénk ünneppé tenni, mert hogy ebből forrásozik az élet, ebből van kultúra, ebből van jövő, és ez nem csak a házastársak ünnepe, hanem a közösségnek az ünnepe. Én azt gondolom, amikor egy társadalom megfeledkezik az ünnepeiről, akkor a gyökereiről feledkezik meg. Amikor egy kapcsolat megfeledkezik az ünnepeiről, az egymásra találásról, a döntésről, akkor a gyökereit gyengíti meg. Ezt szeretnénk erősíteni. Steinbach József református püspök beszédében kiemelte, hogy az ökumenikus imahét után a házasság hete rendezvénysorozat is nagyon fontos. Ilyenkor a gyülekezetek nem csak a vasárnapi istentiszteleteken, hanem a különböző foglalkozások alkalmával is kiemelten a házasság és a családok témájával foglalkoznak. A házasság hete veszprémi mentora Héthelyi Réka beszédében megköszönte mindenki részvételét, majd röviden ismertette a programokat. A rendezvénysorozatot megnyitó szentmise az Árpádházi Szent Margit templomban lesz február 13-án 10 órakor, a záróisten tisztelet pedig a Calvin Parki református új templomban kerül megtartásra.